Egy klímaberendezés külső egysége a Pécsi Tettye utcában. Ezek szabálytalan, a városképe nem élő elhelyezéséről beszélt a terület önkormányzati képviselője a Pécs Aktuálnak nemrég. Valószínűleg át kell helyezni, hogyha olyan helyen van, ahol. És ha engedély nélkül van kirakva és olyan helyre, akkor az valószínűleg át kell majd helyezni. A baloldali képviselő azt mondta az online újságnak, érdeklődjenek az építési osztályon a lakók, hova helyezhetők a külső egységek. Ezek helyét ugyanis szigorúan szabályozza a helyi építési szabályzat. Nem ronthatják el az utcaképet a politikus szerint. Az áthelyezés pedig nem egy nagy dolog, véli Horváth Tamás. Ez azért nem olyan nagy beruházás, egy csővel arrébb húzni egy ilyen kinti lévő egységet, talán megoldható, és mégiscsak szebb lesz a város. A pécsi Fidesz frakció közleményt adott ki Horváth Tamás megszólalása után. Ebben azt írják, a képviselő gyakorlatilag megfenyegette a Tettye környékén élő pécsieket azzal, hogy a városvezetés ráküldi a hatóságot azokra, akik klímát szereltek fel a házuk, lakásuk homlokzatára. Ahol már napelemes rendszerrel működő ilyen klímákat felszereltek, és ahol emiatt a rezsiköltségek elfogadhatóbbak, ott pont, hogy ez most egy nagy segítség az ott élőknek, és nem az, hogy P. Horváth Tamásék kényszerrel vissza akarják őket téríteni a gázfűtéshez ebben a helyzetben. Teljesen abszurdnak tartjuk ezt a felvetést, és épp ezért arra kértük a városvezetést, hogy legalább májusig adjanak moratóriumot az ott élőknek. A fideszes képviselő szerint, ha Horváth Tamás ilyen érzékeny az utcaképre, akkor máshol kellene rendet tennie. Ajánlanám figyelmében nagy szeretettel a Magaslati úton levő kaspókat, ahol teljesen tájidegen növényeket óriási kaspókba ültettek, ahelyett, hogy a korábban onnan kipusztult hársfasort pótolták volna, ami a természetes növényzete a mecsek ezen oldalának. Talán ebben lenne neki tennivalója, és nem pedig a Tettye utcában lakókkal basáskodni a házoldalakon levő klímák miatt. Ez az utca is a képviselő területéhez tartozik. Ebben a nehéz helyzetben pedig nem kellene akadályozni a Tettyén élőket, hogy olcsóbban felfűthessék házaikat, mondja a képviselő.